Helló, szia, szevasztok! Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki ismét kíváncsi a mondandómra. Ez a Kibicelő legújabb epizódja. Egy újabb lehetséges Fradi igazolásról beszélek röviden. Terepent a hír, hogy az orosz első osztályú Nizsnyi Novgorod négyszeres örmény válogatott játékosa az Üllői úton folytathatja pályafutását. A 22 éves Edgar Sevikian leginkább a jobb szélen bevethető, de tud a középpálya közepén és csatárként is játszani. Ebben a szezonban 18 mérkőzésen kapott játék lehetőséget, átlagban 65 percet töltött a pályán ezeken a találkozókon. Moszkvában született, de a spanyol Levante utánpótlásában nevelkedett, innen került Novgorodba. A mostani idény hőtérképén jól látható, hogy leginkább Traoré pozíciójában számoltak vele. Kérdés, hogy a zöldfehérek is itt számítanának-e rá. Traoré alternatívája, vagy netán utódja érkezhet a Fradiba. Adamát azért nehéz kihagyni, hogyha jó formában van, de az örmény még fiatal, és vele mindenképp bővülnének a variációs lehetőségek a támadásban. Statisztikái azért azt mutatják, hogy van még hova fejlődnie, 74%-os passzpontossága még csiszolható. Nem a védekezés az erőssége, a Stankovic által preferált erős pressinget lehet, hogy még sokat kell majd gyakorolnia. Orosz szakértők megjegyzik, hogy egy-egyben bárkit képes megverni, de mindezek ellenére meccsenként 1,2 sikeres cselt tud bemutatni, 41%-ban nyeri meg a párharcait a földön, 175 centis magasságával nem csoda, hogy nem túl erős a levegőben, a fejpárbajait mindössze 21%-ban nyerte meg. Az az igazsághoz tartozik, hogy ezeket a mutatókat az orosz bajnokságban jegyezte, ami egy fizikális liga, sokkal erősebb az NB1-nél. Állítólag nagyon jönni akar a Transfermarkt szerint 1,8 millió eurót érő játékos, és ha minden igaz, a átigazolási díjból az édesapja hajlandó lenne 300 000 eurót kifizetni. Jó vételnek tűnik, segítségre lehet a Fradinak, és hogyha a fejlődési pályáját sikerül pozitív irányba állítani, akkor elképzelhető, hogy a továbbiakban igen nagy haszonnal tovább lehet majd adni, akár egy topligába is. Röviden most igazából ennyi lettem volna az örmény sráccal. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha igen, kérem csattanjon a like. Aki még nem tette meg, azt kérem iratkozzon fel a csatornámra. És aki elsőként szeretné értesülni a legújabb videóimról, az pedig nyomja meg a csengő ikont. Következő viszontlátásig pedig szokás szerint mindenkinek szép napot, szép estét, csokoládé vanília, szevasztok!